A Haladásból több kulcsjátékos, Drót Zoltán, Milos Simics és Alasztics Marcel is hiányzott, az új brazil igazolás, Derrière játékengedélye pedig nem érkezett meg Kínából a Debrecen elleni bajnoki mérkőzésre. Azonban így is nagy meglepetést okozott, hogy a találkozón a főként fiatalokból álló hajdúságiak szereztek vezetést, egy szöglet után Rácz Zsolt fejelt közelről a szombathelyi kapuba. 0-1. Bekapott gól után Huára mester időkérdéssel próbálta felrázni a csapatát, a folytatásban záporoztak is a hali helyzetek, a vendégek kapusa azonban remekül védett. A félidő hajrájában Hajmási Milán egy sarokrúgás követően kapásból lőtte ki a felső sarkot, így a szünetben 1-1-et mutatott az eredményjelző. A második félidőben már a zöldfehérek játszottak fölényben, a 25. percben Sipos Gergő egy kipattanót gyömöszölt be közelről, amelynek köszönhetően átvette a vezetést a Haladás. Úgy érzem, hogy sokkal jobb játékot nyújtottunk, mint az ellenfelünk, viszont a helyzeteket nem használtuk ki 100%-osan, és így egy szoros mérkőzéset játszottunk, de úgy érzem, fölényben voltunk az egész meccsen. Sokáig azonban nem örülhetett a hazai közönség, ugyanis a 33. percben a menteni igyekvő Vas Ádám a saját kapujába jutatta a játékszert, így az utolsó perceket Egáról várták a mérkőző felek. Huára mester 5-4 elleni játékra váltott, aminek az utolsó előtti percben lett meg az eredménye. Vas Ádám a debreceni kapuba is betalált, és beállította a végeredményt. A Hali tehát 3-2-es győzelemmel zárta az alapszakaszt, és a második helyről várja a felsőházi rájátszás küzdelmeit. Jó játszottunk, volt sok rúghelyzetek, de szóval, hogy nem sikerült ez az a sportban, a futsalban, amikor nem sikerült a rúghelyzetek, akkor szoros lesz a meccs, az biztos. De szerintem sokkal jobban voltunk, és csak a befejezte szituáció, azt kell fejlődni. A Haladás futsal csapatára komoly feladat vár a hétvégén, hiszen Szombathelyen, az Aréna Szaváriában rendezik meg a Magyar Kupa 4-es döntőjét, amelyen a Halin kívül a Berettyóújfalu, a Veszprém és az Érd csapata vesz részt.